Ezt a bankautomatát próbálták feltölteni Örökösföldön, amikor a pénzszállító egyik alkalmazottját eddig még ismeretlen tettesek megtámadták. A nem hivatalos információk szerint a férfit megütötték, elvették tőle a pénzt és elmenekültek a helyszínről az elkövetők. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, a mentők pedig kórházba szállították azt a férfit, akit a rablók megtámadtak. A Fazekas János téren és a környéken élők a szirénákra lettek figyelmesek. Arra lettünk figyelmesek, itt lakunk a 9. emeleten, hogy jön a mentő és visít. És kinéztünk az ablakon a férjemmel, és láttuk, hogy nagy tömeg van itt lenne, de semmit, egyébként semmit fel nem hallottunk a 9-re. Csak láttuk, hogy itt a tömeg, meg rendőrök jönnek szirénázva, és ide kanyarodnak be. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint 2021. május 25-én 12 óra 38 perckor érkezett a hatósághoz a bejelentés, hogy Nyíregyházán az egyik pénzszállító alkalmazottját megtámadták, bántalmazták és a nála lévő pénzt elvitték. A nyíregyházi rendőrkapitányság rablás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást, és jelenleg is nagy erőkkel keresik az eddig ismeretlen tetteseket. A pénzszállító autó sofőrje, miután látta, hogy kollégáját megtámadták, a szabályok szerint megnyomta a vízgombot, és az időzár miatt a kocsiban ragadt a rablás helyszínén.